Balatonfüred város koncertfúvó zenekarának felvezetésével érkezett a Borhetek megnyitójára a reformkori hagyományőrzők csoportja, a Balatonwindból lovagrend tagjai, valamint a város és a térség vezető politikusai. A Tagor sétányon megtartott ünnepségen az idei balatonfüredi Borhetek fővédnöke, dr. Feldman Zsolt államtitkár mondott köszöntőt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Balatonfüred most a következő napokban, a következő hetekben a magyar bor fővárosa, hiszen azok a borászok, akik itt és most elénk teszik boraikat, elénk teszik termékeiket, azok bizony nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar bor legjavát kínálják itt a Balatonfüred csopaki borvidékről. Nem hiszem, hogy egy magyar borász számára van annál jobb és kényelmesebb, mint amikor saját pályán odahaza tud közönségével és a fogyasztóival találkozni. Sokat beszélünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy közel kerüljön az élelmiszer, a bor a fogyasztóhoz, és bizony itt Füreden, ezekben a standokon, ezekben a faházakban bizony ezek a borászokhoz a lehető legközelebb kerülnek önök, a fogyasztók, akik remélhetőleg szeretik és iszák is a bort itt a füredi estéken. Az államtitkár és dr. Bóka István polgármester pénteken este átadta az idei városbora díjat, amelyet a Pifát pincészet érdemelt ki. Pifát Lajosnak járt a taps. A borhetekhez hasonlóan a városi borverseny is 33 éves múltra tekint vissza, amelyen idén is odaítélték az év bortermelője Balatonfüreden díjat. 2024-ben az Arias borászat sorozatban negyedszer, összességében pedig ötödször nyerte el az elismerést, így az 1999-ben készült Hordófenék mostantól Kálmán József pincéjét fogja díszíteni. Kálmán József, aki az első pavilon helyét is kiérdemelte a Tagor sétányon, jelentést tett, hogy a borászok felkészültek a 33. Balatonfüredi borhetek lebonyolítására. Dr. Bóka István polgármester ezután megnyitotta a rendezvényt. Azzal tehetnek a legtöbbet a Balatonfüredi borászatért, a csopak Balatonfüredi történelmi borvidékért, hogy minél több alkalommal és minél többen látogatják a bor sátrakat és fogyasztják ezeket a kiváló borokat. A szeptember 1-jéig tartó balatonfüredi borheteken 24 helyi gazda mintegy 300 féle bort kínál. A különleges panoráma és az esti zenei koncertek garantálják a kellemes és minőségi kikapcsolódást.